Üdvözlöm Nagyné László Erzsébetet. A mai napon kerül sor Karcagon az időközi önkormányzati választásra. Miért fontos ez a település életében? Miért menjenek el a polgárok szavazni? Hát én is üdvözlöm a televíziónézőket. Nagyon köszönöm a kérdést. Nagyon fontos a mai napi választás, de sajnálatos esemény kapcsán, Dobos László polgármester úr elhalálozása kapcsán került sor a mai napon a időközi választásra. Én úgy gondolom, hogy a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje, Szepesi Tibor évtizedek óta dolgozik a városért, ismeri a város lakóit, a lakóközösségeit, az igényeit, a még teljesítendő feladatokat, amelyek ugye folyamatosan vannak, és ezért én is őt támogatom, és javaslom mindenkinek, hogy menjen el szavazni, hogy működőképes városunk legyen, és fejlődőképes a továbbiakban is. Az ötös számú szavazókörben pedig indulóként dr. Pintér Zoltán képviselőtársam jelölt, képviselőtárs jelöltemre javaslom, hogy szavazzon mindenki. Ő egy fiatal ember, 10 éve munkálkodik már a karcagi református gimnáziumban, vagy régi nevén Gábor Áron gimnáziumban. Sok-sok karcagi fiatalnak adott tudást a továbbtanuláshoz, és egyáltalán Karcag története és a város vonzás ereje mindig is érdekelte. Erről több könyvet írt már, több folyóiratban jelentek meg publikációi. Úgy gondolom, hogy ő is egészen gyermekkora óta a városért él, és a körzetben is nagyon fontos feladatokat tud továbbvinni, és fel fog nőni, biztos vagyok benne ahhoz a feladathoz, ami így fiatal emberként előtte áll, és a körzetét tudja képviselni. Kérek mindenkit, hogy jöjjön el szavazni, és szavazzon a Fidesz-KDNP jelöltjeire, a körzetben dr. Pintér Zoltánra, polgármester jelöltként pedig Szepesi Tibor barátomra. Köszönöm.